Oké, én meg kipróbálom akkor most ezt a... hogy 60 FPS-ek veszek fel, meg 1080p-be. Megnézzük, hogy milyen lesz így a felvétel minőség. Persze a tömeg ugyanúgy maradt kettőkán a dolog. Meglátom, hogy mennyire lesz jó. Hogy lehet normálisan leülni a székre, hogy ne 90 fokkal elfordítva üljek be? Lehet, hogy ezt csak úgy te látod úgy. Fiú karakter. Amúgy igen. Micsoda? Fiú karakterke. Csak fiúm van. Én nem használom azt a szarbágos nőit. Én is használom, de lehet, hogy csak neked mutatja rosszul és más rád néz, jó? Na, hát... Látunk majd. Lehet, hogy nem lehet még, vagy bogos, az kész. Na, én visszamegyek PO-ra, az biztos. Én pont onnan szállok fel. Ja nem, te hülyeséget mondok, te arra a 18-on vagy. Mit akarsz ott venni? Fegyvereket. Mert Pion nem árulják? Pion Grimmexen nem árulják azokat? Nem, azért... űrhajó ütemeket. Ja, én már értem. Azt a mountot. Nekem az volt is, csak én még béreltem regből tavaly valamikor. Mert azzal kb. Meg tudod ugyanúgy csinálni a Super Hornetet. Így van. És egész jó. Ja, így most már jó, hogy nem vesznek el a fegyverek. Jaja. Így kell próbálni. Quantum Drive-ot, minden. Szerintem egy egész okos kis hajó ki. Hát mondom, amilyen hamar kiszedtem vele az izét, a patert, csodálkoztam. De az valószínűleg bug ilyen szempontból, mert ugye a katernak olyan pajzsának kéne lenni, amit egy vadászgép kb. Nem tud megmozdítani. De csak úgy szedtem, mert tényleg előttek van az retézátorról. Szerintem rárötött volt. Hát pajzs nélkül utána már mindegy. Ha igen, S9-esek kap, az... Jelezte, hogy van pajzsa, de lehet, hogy nem volt. Igen. Már azon mondom, hogy szerintem még a pajzsácsibőröd átlőni, annak olyan... annak kéne lennie. De mondom, a bukan egy is olyan, hogy rálövök a Cutlass egy rakétát, az meghal. Hát nagyon jól néz ki a Hummer ennek a motorja. Ezt mindig megnézem. Az a gömb? A leghátul, aha. Nagyon jó. Megéri elmenni, mindig megnézni. De először kaptam hangárt, hallod, hogy le tudok szállni, izé alá. Nem is hiszem el, soha nem kaptam ilyen pöntről a szarokat. Mindjárt is írom magam. Green screen neki. Nem, vegyed videóra meg a hangot is. Figyeld, de majd az Andromeda az csak épp hogy be fog félni. Nem tudom, figyelj, azért is a Hammerheadet, Lorvillen nagy focipályára kapom most már mindig fixe. A hangár 1, 2, 3, 4-be. Tehát legalább már valamit állítottak, ha nagy hő, akkor nagy hangár. Így is kombat. Hát nekem a fricit elég kicsibe. Épp ahogy be tudtam préselni, akkor ábonyom. Médium hajókkal meg kibasznak, mint a büdös kurva isten.
Azzal igen. Az belefér a lightba. Vagy a kis hajó hangárba. Ja. Na, emeljük a kicsikét. És simán kijöttem. Gyönyörűen fel lehet vele szállni. Jó. Toljuk meg. Na, a restopon eladni nem lehet. Na, akkor legalább az is kiderült. Az is kiderült. Az épp olyan Grimhex-en meg a medipeket nem lehet eladni. Pedig régen az volt a gyors út. 10 perc alatt megmutunk, hogy mi mennyi se. Bizony, és nem tudtam eladni. Én is azt hittem nagypapával, televettem a izét. Televettem a fricit, aztán a következő krémig behömbölgött az áru. Bazdmeg, hallod, milliméter pontosan addig fér bele, bazdmeg. Körülnézetből kell játszani, percegetni, bazdmeg, hogy épp hogyha fér. Hol vagy? Area 14. 61 méteres Andromédának adott egy ilyen, szerintem 62 méteres hangár beszállóhoz. A papíron belefér. Mint a Valkyrie-nek tudod az. Ja, szokásos. De nem tudják nem ezt megcsinálni, hogy ne abba rakja bele, hanem egy 80 méteresbe. Ne kelljen tényleg tökörészni, és még a hover mód is szarpaz meg. Hát úgy van benne kihívás. Nem tudom, nekem ez a része nem teszik, hogy külső nézet, aztán bepülsen. Valahogy ezt meg kéne csináljuk, mert ez itt kurvára nem szimulálható. Igazából azért egy külső nézetbe, csak mert igazából nem férsz be, mert olyan pici a bejárat, hogy muszáj külső nézetbe. Igen. Pontosan. Jó, de még mondtuk már, hogy nincs kész, tehát majd gondolom kialakítják, hogy olyanról jó legyen, vagy lehet visszakapjuk a radart. De legalább addig adjanak egy kicsit nagyobb kurva ezért. Vétol még most jött be, tehát... Jó, de ez is olyan, mint hogy most akkor nézd meg az oldalt, ugye, hogy most már nem kell például beírni a PTU kódodat, csak a live-ost. De attól függetlenül küldik a PTU kódot, na! Ja, mondjuk ez igaz. Na, hát mennyire foglalkoznak az ilyennel, hogy most kivegyék az olyan feature-t, ami már nem kell. De kell a PTU honlaphoz, kell. Jó, ahhoz kell, de rálépsz, nem? Nem. Tehát, érted? Én nem. Hát én max akkor, hogyha hirtelen elfelejtem, hogy most kint vettem fel, meg kint nem. De mindegy, máshoz akkor úgyis eltűnik mindenki. Hát persze, ja. Na ez a szar, inkább ezt kéne megcsinálniuk. Hát akkor lesz kész, hogyha tényleg berakják a spektrumus listát, hogy akit ott felvettél, az mindig benne lesz. Az lenne jó már. Na, gyerekek, kivesznek a zsaruk narkóval. Na. Mire? Elvétel, szórta be kávét? Várjál! Várjál! Nem jönnek át! Jó, szóltak, hogy álljak meg. Nincs crime statom, mert másoltam akkot. Ugye bemondja, hogy hát... Teli vagy! Vagy nem. X-elje. Akkor még rendes, nem? Tudta előre, hogy csendes. Majd amikor kéri a jattot, érted, hogy figyelj, abból a zacskót neked. Ha figyelj, elengedelek, ha most rögtön 20 ezer OLC-et átadsz. Úgy van, korrupt rendes. Elmentek. Elmentek a faszba. Elcsináltak a Robin faszák. De ha tovább mész, akkor autó. Itt vagyok, van ám 40 SCU, videó meg slam. De tovább mész üresen, akkor is kaptam, és az a teljesen tört. Igen. Ja. Nem, én az előbb nem kaptam, megállítottak reggel és nem kaptam kalastatot. Nem úgy, hanem a tovább mész és nem állsz meg. Ja, hát mindenképp meg kell állni.
De a narkó van nálad, akkor nem. Akkor legalább tudunk pénzt keresni majd. Nem az a lényeg, most meg kell állni. Figyelj, így van. Stop. Amúgy igen. Több mindegy, hogy mi van nálad. Következő improviemet, a rendőröknek fejlesztik a szkennerjét, mert nem látja a drogot. Igen, tudod? 4.6 Igen, igen. Tudod, most egy izében megfogtam, és akkor ilyen ólomnál ezekkel körülpakoltam a videómat a hajomba, és nem látált rajta a szkenner. Vettél 2 darab omniát, meg ja, ja. Borsot és leszórtad. Na, elhagytam. El. Na most ja, ugrok P-óra. Ezért nem jó ott Lorvin lenni, bazd meg, baszott sokáig tart elhagyni a légkört. Ne ugrunk OM1-re. Ja, amúgy a hammered tök kezes, tehát az ilyenkor tisztára billeg az akvilla, ami jobbra-balra, hogy fordulok. Tehát mindig visszafelé is kell rántanom, hogy ne menjek túl. Ezt meg addig húzom, addig kell. Hát az végén is centízni kellett. Mondjuk az tényleg, hogyha médium hajó, akkor lehetne egyen nagyobb hangárba rakni, a kicsibe hennyén lenne. Hogy valami méterre meg lenne határozva. Megvan, biztos. Biztos, hogy meg vannak határozva, mert mondom a Hammernél, tehát ugye ami igazán nagy hajó, azokat madarakja, meg a Caterpillart is. Tehát hogyha nagy hajóval mész rendesen, tehát large-al, nem médiummal, azokat már madarakja. Csak meg ugye a szűrőn még gondol, dolgozni kéne, hogy a közepes hajókat is a nagyokba rakja már ne a kicsikbe. Na most kiszedtek Istan? Igen, itt van a fotóval, ugye a médium hajót lehet 40 méteres, meg 60 méteres. Egybe jött a zsar... No? Szkenelnek. Itt vannak, pont amiről beszéltük, jöttek szkenelni. Olyan, ahol merhet be, mit viszek. Azt mondom, mindent hát... Mertek szabadon tovább. Mindent leelőriztek. Engemet mindig Vardenek ellenőriznek, baszki, megint az volt. Vengóan Vardenek ellenőriznek. Sárga színű volt, de jó. Tiszta sárga hajóval jött, hallod? Itt ahol most, vagy most, itt ahol Jodó volt, itt például sárga, fekete volt. Ott volt ki egy Cutlass és két Avenger. Így van, igen. Cutlass a főnök, oda jön, két Avenger azok a izék, kutyák, hátulról figyelik a helyzetet. Az a főtörzászlósz és akkor két őrmester van hátulról izé Avengerba. Viszont a QT Jammed az mindig megmarad utánunk még egy ideig. QT jammed. Zavarják az ugrást. Igen. Ezek az apróságokat, ezt a párat kivennék, akkor már tökömet érdekelni, hogy egyszer fölrobban az ember meg ilyen apróságok. Nem csak ez az ugrás, meg ez a rendőrségi hülyeség, meg a hover, ugye beszélt. Ezek kicsit kifiramlítanak, és már nem is fogok. Így van. Na, újra kiszedne. Ez viszont fixen így van. Viszont most tényleg azt ide szeret ki. Tudom, miért van, beismered Mohos, ha? Viszont itt van valami gép. Mohos megviszi a izét, az anyagot. Lehet, hogy veszek egy ilyen S6-os fegyvert, meg egy Avengert, hogy az Aurora tetejére rászerelem. Tök jó nézni ki. Jajjá. Négy darab eset az az Aurórára. Rárakna egy a tetej, és így eldőlne. Vagy úgy szállna le, hogy azokra. Itt van középen, amikor följössz ide a center magba, itt van az az S6-os nagy üző. C788. Az S6-os, ugye? Neked írja. Hát de amikor már vendik ebből a négyet, az már ingyen 100 000. De egy rohadt alkatrészes shield, meg ilyen 3-as, azok meg ilyen 100 fölött vannak.
Hát ott is van balansz, hát ugye valamit valamiért. Pénzért, izét, mint pajzsak. Ajjaj, már írják. How can you clear Kreimstadt? Sure, post Karea. Bár azt mondja, hogy inkább jobban járná, hogyha újra másolnád az akuntot. Most valaki megint elkezdi leszedni, akkor hello szerve. Reméljük nem próbálja meg leszedni. Szeretnék már leszállni, P.O. Elmegy Pareára és kiszedem az összeset, aki nem tudod leszállni. Ja, tényleg ám. Védjük meg a szerver. Igen, mondtam, az a szúj PvP hely. Igen, vigyázni, hogy Kareára benne jusson valaki. Hát de ha felmész azért a másik, mondjuk az a baj, hogy hátadba tudjon, hogyha felülről jön le. A legfelső szintről nem. Be lehet menni, ott van egy ilyen kis belső rész, onnan figyelem, és aki oda néz, ez van kapja is a hedik. És van egy ballisztikom. Ráteszek egy négyest. Az a négy, hogy a csapdát fel lehet állítani. A kompjúter elé felállítanak egy gránátot, vagy hármat így ezébe. Csak beindítja, vagy berakja a kártya, miért berakná a kártyáját, már robba. Ja, ja, ja. Igen. És el lehetne dönteni, most hedik el, vagy fel akarsz robbanni. Nem lehet megúszni? Nem. Hát akkor már inkább szarjon be az egész szelve, inkább rányomok. Oké. És mindjárt visszaérek PO-ra. Még 15 milla. Meg kíváncsi leszek, hogy milyen lesz így a felvétel. Hát ja, most kontomban ilyen 47 FPS van. Te mit csinálsz, Edo? Itt vagyok a Real, még sok pingot. Ezt totál nem tudom, valahol majd el kell menni. Most visszajövök. Hát amikor én próbáltam, mindig pont a már csak a legvégére működött. Tehát amikor lekéne, mit tudom, hogy volt egy fél órám, hogy kikapcsoljam azért a szatellitet, vagy valami, az nem ment. Nem bírtam berakni a kártyát a gépbe, az a része nem működött. Tehát megtaláltam azt a modult, vagy mit, tudod? És akkor el kellett vinni még egy helyre, ahol lehekeli. Na az nem ment, ott nem bírtam berakni a gépbe, akkor annak idején próbáltam, de már ez is hónapokkal ezelőtt volt. Megjöttünk Crusader.
25% üzemanyagjával került, ha mernek ide jönni. Ja nem, hülyeséget mondok, mert ugye ez a hajóval jöttem. Ja, az jó. 25%-ot fogyasztott egy oda-vissza úton, tehát 12,5% nagyjából az út. Lorville. Az jó, ezzel lehet ugrálgatni. Jajjó. Nem kell ez 4K, ez full HD-be is úgy van, egyszerűen. Nekem most ez 2K útra. Ugyanaz. Csak szebb. Hol két ellenséges gép is van itt, PM. Kérjünk egy leszállást. Ez például kurva, hogy megszűzé, hála Istennek kijavítottak, hogy mész hardcore-ban és nem megy fel a vérnyomásod akár, hogy megszűzé, hála Istennek. Jó, jó. Ja, ja. Na, visszaértem, leszálltam P.O. Hammerra. Zúpi. Lol, olyan magas a hammer, hogy alapból Evába jövök ki, hallod? Igen. Ha elől kiugrok az orrán. Szuperek vagyok. Oké. Felszerelem már a szabrémot. Miről szedjük? Itt az például sehol nem lett valami. Ugye? Nem tudom, így fejből. Nem, mert én most itt vagyok, ahol korpon itt nézek, de itt nincsen szó. Viszont van hurikén. Most én meg nem adom neked. Mert akkor csak egy vadászgép. A munkagépek a drága.
Például a reklémet akarsz venni az 52 milla. A vadászgépek, ahogy nézti, kb. Annyiba kerülne. Múltkor lehetett venni Sabrit, néztem, 1 millió 2 volt. Most így visszagondolva. Égis. Valószínűleg vagy ott, vagy Levskin? Levskin nem, Levskin a drékek vannak, van pár a PTUV, a két PTUV kargó, meg a transport. Meg az egy darabos hasmadár, mi az? Nem tudom, milyen hasmadarat mondod? Esperi, Blade. Ja, Blade, igen. Azt lehet ott venni még egy. Na, ez az, fáradtam. Jövök egy perc, Bill. Oké. Tosi? Jobb világ. Ja, okay. Lol, viszont előre felraktam az összes gimbált a hajóra, először, minden így szab, ezért, S3-ast. Kiválasztottam a Valkyrie, hogy rakjam rá ezért, a Scorpion GT215-öt, és másról is mindegy átpakolta az egészet egyszerre, tehát felment mind a négy helyre a Scorpion GT215 egy kiválasztásával. Átszereltem a Sabrét most már vadászra. Kis próbálom, megyek fel egy köt. Your ship has been delivered to the following landing pad. Lődözünk vele egy pícurkát. Na gyere már le. Hát, azt mondta, nem lehet leírni a Sabrémot. Na, másodjára jó lett. FPS-en van P.O. És úgy hogy azt mondta, hogy le lehetett hívni, aztán mégse kiért, hogy megint nem lehet leírni. A Sabrémat nem tudom leírni. Hallod? Nem engedi. Először bemondta, hogy igen, ide kirakja a hajót. Most is? Aztán bemondja, hogy unfortunate, hogy nem tudom mégse lerakni a hajóra. Most hívom a harmadjára. No, mutasd. És megint nem jön le a hajó. Unabb lett a díj. Na most mi van? Na, még sincs Sabrém.
LOL, nem van, azt írja az A02-n. És most már megjelent. Akkor csak késett. Lényeg, hogy nem van. Na nézzük. Szerencsére nem pedig el mennem alkoholra venni Scorpion GT215-öket, mert van egy csomó hajunk, azt át tudom rakni. Majd mehetnék oda. Jó kis szabra. Én ezt a gépet imádom. Na nézzünk egy küldit. Bounty Hunter. Megint 5000 év van csak. Jelára kell mennem. Grimmax-a. Ezt majd itt mire küldeni a pénzt. Jobbat akarsz. Viszont így már megéri, hogy megmarad. Ugye akkor nem érdekelne, ha csak egyszer bírom. Ez most mi amúgy, hogy elindultam volna, hogy ugrok. Először hallottam egy hangot, hogy látom meghajtó. Másodjára kijelöltem, feltöltött. Az a kvantum... Azt bemondta, kikapcsolt a kvantum meghajtó. És kvantum... Vagy azt mondja, hogy kvantum meghajtó ki van kapcsolva. What? Nem tudok ugrani. Na még egyszer. Szögödiesen. Ki húzott-e? Itt vagytok? Lehet. Mi a tököm, nem bírok ugrani? Sziasztok! Hello! Egy kis segítség kellene. Hát attól függ. nem akar menni ez a PTU se, hogy se. Mindig visszadok főmenübe. Ha próbálom elindítani. És kaptál már WF2 meghívó? Másoltál a kuntot? Másoltam, persze. Bele léptél? Lépjél bele egyszer. Tehát megnyitod az e-mailt, amiben kaptad a jelszót, és ott van a link is, amivel be tudsz lépni a PTU-ra. Abba egyszer lépjél bele azzal a kóddal, és akkor elvileg regisztrálva leszel a Pétium. Ja. Ezt lehet nem csináltam meg. Hallod? Jodó, nem bírok sem erre menni. What the fuck. Vagy csak PO-val van megint baj, és valahol először el kéne ugranom. Mindenesetre az nem működik, hogy kijelölök egy helyet PO-n, és hogy oda ugorjak. Azt mehetsz, hogy így belefutottam. Te most el tudod énekelni, hogy gyere velem, én sem megyek sehol című nótát. Csak kiugrok egy komarrére, megnézzük, hogy utána működik-e, mert múltkor ugyanezt már tapasztaltam most így visszagondolva. Nem. Ahogy rányomom az ugrás, Quantum Travel offline. Kikapcsolja. Én a 351-be a titára költöttem rá kb. 400-at. Mire? A sima titára. Na jó, azt nem értem. Sima titára egy vagyon. Hát persze, hát vett rá ezért a Wardennek a fegyverét rávett az órára. Revenant Gun. Nem, hát már raktam, én is mentem azzal. 2215 kutya fasz mindent ráraktam, ami belefér. Jaj. Nem baj, mert most már tényleg nem tűnni kell, mert egy 2-3 napot értem. Na jó, így jártatok már?
Abszolút, ahogy rányomnám a gyugrásra, kikapcsol a kvantum meghajtó. Én igazából lenn outpostól jártam, úgyhogy leszálltam a hajóval, és onnantól kezdve semmi irányítás nem működött. De... nekem így megy. Tehát megy a hajó, tudok sebesség, itt vagyok PO körül, repkedek, csak ugrani nem tudok. Tudok lőni, minden. Sehova? Sehova, hát ezt próbálom mondom. Már megcsináltam, hogy most csak simán töröltem a kijelölést, akármilyen pontot jelölök ki, mert látom ugye a pontokat, Komari, ST255, meg Jela, meg bármi, Cellin. De helyet megjelöltél, mint távolabb vagyok, minden. Igen, itt vagy kalibrésről, vége, benyomom. És kész, ahogy rányomom a B-t nyomvatartva, Quantum Travel offline, kész, ennyi. Kikapcsoltam a hajót, bekapcsoltam. Ilyenről nem hallok. Én se. Merre vagy? P-on! Hát hol lenni? P-on. Igen, ott vagyok körülötte. Próbálnék elugorni Jelára. Az volt a cél. De nem bírok sem erre, kikapcsol a hajtó. Egyben azt mondja, hogy Quantum Travel offline. Próbálj meg egy másik hajót, lehet, hogy azzal van a baj. Nem tudom. Azt mondja, hogy a Sabrét nem próbáltam még ebbe a pecsbe? Hát, kurva szarul jött le, ahogy mondtad, lehet, hogy hibás is. Mondtad, azt tény. Ugye? Igen, azt tény, hogy marha nehezen bírtam leoperálni az égre. Na, akkor lehet, hogy az a baj, hogy lejött, de ez hajt. Pedig működni, működik, meg lőj, meg minden, meg megy, meg. Biztos, hogy azt kilopták belőle. Alumíniumból. Olizáron. Múzásékkal egyetemben most ilyen szövetség van. Wanted. Sándor háziak összeszövetkeztek a izéval. Svágot Arjániakkal. Na még egy esélyt adok neki. Így jöttem PO felé. És megjavult! Na erre varják gombot. Visszarepültem PO felé is működik. Lehet, hogy volt egy szerver csúszás. Engem továbbra se enged be. Oda sikerült belépten? Nem, hát egy pillanatra feldül egy 3000, 30003-as hiba kódot, de csak egy pillanatra, aztán visszadott főmenübe. Nem. Próbáltál másfajta szerverekre jutni? Hát most még betokent ír. Akkor ki kell lépni az elejésbe. Ja, teljesen. Ja, de várjál, hát ezt még most csináltad meg. Nem lépték ki a launcherből? Hogy azt gondolom evidens lett volna. Kilogolni belőle meg be újra. De kiléptem teljesen, kiléptem. Felmentem a weboldalra, bejelentkeztem. Be is lépte, utána indítottam el megint. Átváltottál Péti úrra. Ja. Akkor repülhetünk 82 km-t, ha jönnek meg. Megy most? Nekem? Hát, ja. Ja. Nekem az volt a megjavult. Ilyen gyorsan nem indítottad újra. Nem, még. Most indítottam újra. Mikor kaptad meg a izét? A belépést? Hogy jöhetsz Wave 2-re? Hm? Mikor kaptad meg a belépést, hogy jöhetsz Wave 2-re? Akkor azért nem akar beengedni. Mert... hát ezébe, aktív volt, tudtam másolni a kuntot, vagy nem? Tudtam, persze, tudtam hát másolni van a kuntot. Akkor van, nem? Akkor elvileg van hozzáférésed, én úgy gondolom. A launchert azt már lefrissítetted. Az 1-2-0. Na, hogy magától? 1-2-0? Hát ugye az új launcher van, ami egybe kezeli már a kettőt, a PT-t meg a live-ot is. Ugye azt használod? Már régivel nem fog már menni? Nem. Ott a
Ott a baj, látok? Hát ezért nem megy. 1-2-0-ast. Oké is. Itt a Bibi. Viszont majd be kell állítanod jól a könyvtár helyét, tehát át kell leírnod majd a mappa nevét. Hogy csak verifizd, és akkor nem kell letöltened megint a 50 gigát. Az tök jó. Tehát meg lehet oldani. Ki kell választani az egyiknél, vagy egyiknél a PTO, másiknél meg a Live, vagy nem tudom mi volt már neve, így már fejben nem emlékszem. Azt tudom, hogy viszont nem azt a könyvtárat kell létrehozni, hanem alap... Tehát nekem például úgy van telepítve, hogy azt mondom, csak például a címek, hogy a gyökérkönyvtárban van egy C2.per, és az magából létrehozza a Star Citizen-t, és azon belül a PTU könyvtárra. Tehát olyan ilyesmi legyen az elérés. Nem, csak mindig azért egyen felé, vagy hogy mondjam, kreálja. Na, itt a célpontom, akit le kell lőni. 4000 méterre. Buci meghalt. Na nézzük még egyet. Pedig ezt már mikor beszéltük, hogy ezeket a lancsereket frissíteni kell meg minden. Ez a baj, hogy annyi hülyeség van leírva a cseten, hogy elmegy a lényeg. Hát pedig szoktam egyébként olvasgatni, de ezt pont nem olvastam. Igen, ezért mondom, hogy elmegy a lényeg, annyi hülyeség van írva. Heteken keresztül csak a hülyeséget túljuk. Igen, és a lényeg meg elveszik. 800 fór között van egy szakadat. Igen, ugye ezt, amíg nem volt, igen. Meg ugye amíg nem volt izé, neked is például hozzáférés, hogy régen ráértél volna leszedni a launchert, azt átfrissítani a játékot, hogy jó legyen mire. Oda élsz, hogy csak menni kell. Na most kilódni vele. Jodó, ugye tudod, hogy veszem. Majd ajánljuk a videó alá, hogy írom, hogy hallgasson bele. Most se tudják, hogy ki vagyok. Te nagyon ki vagy. Inkognitóban nem vagy. Jajaj. Azt tényleg mondjuk... Mi a sárkány még? De az nem baj, hogy kimarad. De egy másik dimenzió valaki. Tényleg csinálni kell egy másik szobát is, az meg már megint annak, hogy a lényegnek kiemelve, hogy ez fontos. Úgy látszik a kantén már nem megfelelően. Az ilyeneket azért az eres hírekben én beszoktam tenni, ami úgy van, hogy megtalálja az ember tényleg, mint azt is. Ez ott, ezeket oda kell bemenni, és ezek ott is vannak. Igen, csak hogy a relatív ő is új, nem tudja, hogy ott keresse. Mert miért tudná? Így van. Hát csak így végig, tehát max végig futok rajta, a képeket megnézgetem, de az angol szöveget azt viszonylag kevésbé olvasom el. Meg oda nem is linkelünk mást. Így van. Azt érdemes egyszer-egyszer átfutni. Például arra mondom, mert biztos, hogy volt valami a launchert, ott biztos, hogy kiraktuk, emlékszem rá. Így van, meg a hasznos linkek azon a másik. De
vásárolni, meg ilyenek, azokat meg oda betesszük, akkor úgyis mennyi ki fogja gyűjteni. Nem kell végig tudni észre, hogy minden. Na, le is lőttem a bucit. Na jó, megyen az. Kicsit növényerősen indult el a kvantumugrásom, de utána megjavult. Az javította meg, hogy visszarebegtem P-óra, tudod, ahol már nem lehetett lőni. Aha. És utána már tudtam ugrani. Mondom, még egyszer ránézek, és utána működött. Hát én minden harmadik quantum travelt újra kezdeni másik irányba, és utána viszont csinálod. Még elég időigényes, másból nincs vele. Jó. Viszont azt kell mondjam, hogy a 4 darab GT215-tel nem olyan pillanatokat szedem szét most a bukanéreket, mint eddig. Sokkal több lövés kell ki belőle. Egy érzése. Tovább tart lőni. Végén megint új fegyverzetet kell keresgélni. Ja, lehet. Lehet, hogy visszafelrakom rá ezéket. Az a DPS kalkulátor majd a srácot mindig újítja. Nekem kint van különben, az mindig jön frissítés. Most még a 351-es van, úgyhogy... De majd szerintem ez kijön a 3-at a fogváltoz. Nem használjátok, vagy nem szoktátok kérgetni? Nem. Rajta van a majd az összesítés. A földobó megint ad az RS hírekbe, és elvileg minden egyes percén jön frissítés. Mondom, én nagy percén. Megnézheted, hogy hogy a legjobb a hajó. Rajta vannak az itemjei. Nem figyelj, nagyjából tudom, hogy milyen jó rá. Most tehát... kurva jó az az oldal. Amúgy vagy Takion fogok rárakni, vagy ezt a Dr. X modellt, vagy mi a tökömet. De jó, aki nem akar vele annyira, én is te sokat játszol, te tudod. Na itt most nekem is az van, hogy leszállás előtt elkezdett a Sabrém össze-vissza menni. Landing complete. Have a pleasant stay. Na jó, lebírtam rakni. De nekem is például pont mielőtt földet értem, hogy elkezdett jobbra-balra csúszni a hajom. Igazából gyorsan lerakod, akkor nincs probléma. Jelen voltál, nem? Csúszott, fagyott az éjjel. Nem voltam jelen. Ja, Grimpexen voltam. Ott lelőttem a... ezért két-három bantiót, milyen visszajöttem, P.O.-ra ott szálltam le. El volt, átsugározott még a hideg, nem? Igen. Nyomok egy javítást a hajónak. Feltöltjük az üzemanyagot. A jó test is javítva. Na, szupi. Ez mi a tököm ez a hang? Na de amúgy ennyi, ez jó lesz.